Gratulálunk, látszik rajtad, hogy boldog vagy nagyon. Rangos versenyen győztél. Ma reggel, amikor ide jöttél, akkor mire számítottál? Hát megmondom őszintén, hogy erre nem. Erre nem. Most erőmön felül tudtam vívni, ez ritka pillanat nálam. Reméltem, hogy a 8-as döntőig azért be fogok kerülni, de így, hogy a dobogó legmagasabb fokán végeztem, ez extra öröm nekem is. Ritka, ihletett pillanat volt ez ide, tehát nem is pillanat, mert ugye több meccset kellett így végigvívnod. Mégis miben voltál ma jó, vagy miért szaladt így meg a kezed? Hát ami általában az én erősségem a vívásban, hogy fejben jó vagyok, tehát a gondolatmenetemet azt mindig előtérbe helyezem, de most ehhez a testem is tudott jól idomulni. Tehát elég rugalmas voltam, elég gyors voltam, ez nem mindig szokott sikerülni, ma tényleg ritka lazák voltak az izmaim, gyorsan, rendületesen tudtam mozogni, és ugye ezt összekombináltam az észmunkával, ez így most eredményes volt nagyon. Itt volt a teljes magyar émezőny, őket előzted meg, tehát hova helyezed ezt a mai sikert? Hát a legértékesebbek közé. Mondjuk azt, hogy ha a magyar skálát nézem, a magyar, tehát nem a nemzetközi, a magyar versenyeket, akkor mindenképpen az erre helyezem, mert ez a legjobban sikerült verseny egyéniben legalábbis mindenképpen.